Kigyulladt egy lakóház Tiszabőn a főutcában, tájékoztatta televíziónkat a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A mintegy 60 négyzetméter alapterületű épület tetőszerkezete égett, illetve az egyik helyiségben használati tárgyak is lángra kaptak. Annyit tudok az esetről, hogy a tulajdonos hívta a tűzoltókat, hogy tűz keletkezett, a palackot, a gázpalackot levágta, kihozta a lakásból, és utána nem tudott bemenni, mert olyan nagy volt a füst. Személysérülés nem történt, úgyhogy anyagi káros lett csak. Te feltehetőleg kályhából vagy a hátsó kemencéből kipattanó szikra okozta a tüzet. A tűzhöz a Törökszent Miklósi és a Kunhegyesi önkormányzati, valamint a szolnoki hivatásos tűzoltókat riasztották, akik megfékezték a lángokat.